A csütörtöki nap volt a közlekedési tábor fénypontja, hiszen ekkor tartották a 11 kilométeres kerékpáros túrát. A diákok egy hetes térítésmentes győrújbaráti táborozását azonban egy verseny előzte meg. Az a 24 fő, aki részese lehetett a július 3-ától 7-ig tartó tábori vakációnak, a legjobban teljesítő csapatok tagjai voltak. Sok éves hagyomány már a Győri Közlekedés Rendészeti Osztály életében, hogy minden évben megrendezésre kerül a Kia Mester kétkeréken városi verseny. Erre az általános iskola 5.-6. osztályos diákjai itt neveznek csoportonként, 4 lány és 4 fiú tanulóval. És a versenyen kerékpáros elméleti, tehát teszt írás van, valamint ügyességi pályán kell megmutatni, hogy ki mennyire jártas a kerékpározásban. Ezek közül a legjobb összesített pontverseny alapján kiválasztódik az a 3 iskola, aki megnyeri ezt a versenyt, és ezáltal pedig az egyhetes győrújbaráti táborozás lehetőségét. Idén a ménfőcsanaki Petőfi Sándor, a győri Kovács Margit és az abdai Zrínyi Ilona általános iskolásai nyerték el a szakmai táborozást, ahol a közlekedésé volt a főszerep. A csütörtöki tekerést számos más program előzte meg, hiszen az 5.-6. osztályos diákok az üdülő területén is folytatták a megmérettetést, mégpedig a vándorserlegért. Van a tábornak egy vándorserlege, amit a táborban legjobban teljesítő iskola nyerhet meg. Azt ünnepélyes keretek között az évnyitón adjuk át, egy évig az iskola birtokában van ez a serleg, majd abban az esetben, hogyha 3 alkalommal ugyanazon iskola nyeri el a serleget, akkor ott megkapják azt a kupát. A gyerekek játékos formában tanultak közlekedési ismereteket, többek között bingo és activity formájában. Ahol a játék mellett a pontszerzés is cél volt, hiszen mind a 3 iskola haza szeretné vinni a vándorserleget. Szerintem a bingo volt eddig a legjobb, meg itt ezért szeretem a reggeli tornákat. Mennyire szerettek bringázni? Nagyon. Miért fontos az, hogy tudjátok a szabályokat? Hát, hogy ne legyen baleset, vagy hogy... Nálatok is cél az, hogy esetleg megnyerjétek a serleget és hazavigyétek az iskolába? Hát, szeretnénk. Nagyon, mert ugye elsőként jöttünk, de én azért jöttem, hogy jól érezzem magam. Még nem voltam ilyen táborban, és még tetszik, szóval, hogy eléggé tetszik, de hát nem tudom, miért akartam bejönni, de... Milyen programok voltak eddig? Mi az, ami úgy nagyon megtetszett neked? Az activity, meg a bingo, meg a biciklizés, meg a tegnapi túra, szóval igen, eddig ezek tetszettek. Örültetek, mikor megtudtátok, hogy a ti iskolátok az egyik nyertes, és eljöhettek ebbe a táborba? Igen, nagyon örültünk neki. Milyen a csapat, akikkel jöttél? Ugye minden iskolából 8 följön. Igen, hát szerintem jók. Jó. Szerintem jó a csapat, meg az összetartás is tökéletes. Most pontosan mi vezetünk, de az elején nagyon rosszul kezdtünk, mi sok hátrányban voltunk. De akkor ezek szerint ezt felhúztátok. Cél az, hogy hazavigyétek a vándorserleget? Igen, most ez az utolsó program. Még este lesz egy társasjátékot kell bemutatni, és már azzal is készen vagyunk. A verseny és a tábor célja azonos, mégpedig az, hogy a kerékpározó gyerekek nagyobb biztonságban legyenek az utakon, elkerüljék a balesetveszélyes helyzeteket, és csökkenjen az őket érintő balesetek száma.